A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Rendhagyó módon két bejátszással köszöntöm, várom önöket. 30. alkalommal rendezték meg az öreghegyi mulatságokat, a településrész hagyományos ünnepét. Az ünnepen színes, változatos programok fogadták a fehérváriakat. A hagyományokhoz hűen a királyi napok keretében a Szent István ünnep előestéjén rendezték meg az öreghegyi mulatságokat. A megérkező égi áldás ugyan a Fantavillába kényszerítette az ünnep résztvevőit, de a hagyományos programkavalkát természetesen nem maradhatott el. Így keringet, ámulj, bámulj, nézd a nagy teherszállítom eszközöket, amit különbé, színű és formájú, fröccsönzött könyökkal készen roppantokat állított szállítottak az emberek. A hivatalos megnyitón a résztvevőket Cserpalkovics András polgármester, Östör Anna Mária és Horváth Miklós Csaba a városrész önkormányzati képviselői köszöntötték. Cserpalkovics András hangsúlyozta, fontos, hogy az öreghegyi ünnepségek tradíciója tovább éljen. Az öreghegyi mulatságok azok azt hiszem nem csak város részén, hanem város egészét Öreghegyről megszólító program. Mindig része a királyi napok program sorozatának, és mindig augusztus 20-a elő estéjén szoktuk megrendezni. Most beszorultunk a művelődési házba, hiszen kint most már viharos erejű szél van, és mintha az eső is elkezdett volna esni. De ahogy látható, hallható, ez a hangulaton semmit nem változtat. Jól érzik magukat az emberek, rengeteg gyermek van, előbb éppen egy báb előadásért véget, és mindjárt megáldjuk a kenyeret Gábor atyának köszönhetően, aztán jönnek a borrendek, ami szintén része mindig ennek a napnak, a bori családot is meglátogatjuk ugyanúgy részeként ennek az eseménysorozatnak. Kicsit máshogy, kicsit szűkebb helyen, kevesebb programmal, de a hagyomány az így sem szakadhatott meg. Östör Anna Mária öreghegyi polgárként és a városrész önkormányzati képviselőjeként évről évre segíti a szervezők munkáját, hogy a mulatságok vendégei szívesen emlékezzenek vissza erre a napra, amely bizonyítja az öreghegyiek összetartozását. Nagyon készültünk erre a kerek évfordulóra, hiszen a két év Covid bezártsága után, amikor nem tudtuk olyan színvonalon hozni a programjainkat, nagyon szerettük volna, hogyha a hagyományokhoz híven egy jó hangulatú, remek utcabállal, fényfestéssel végződő estét tudtunk volna rendezni. Hát most az időjárás közbe jött, de remélem, hogy nem fog nagy károkat okozni, és ezért igazából erre szükségünk van. Úgyhogy megbarátkoztunk ezzel a helyzettel, és áthelyeztük az öreghegyi közösségi házba a rendezvényeket. A gyerekprogramok is megvalósíthatóak, hiszen ez a felújított, gyönyörű közösségi ház ez rendelkezésünkre áll. Mit jelent az öreghegyieknek ez a találkozó? Hiszen ez esztendőre visszatér, és nagyon fontos. Nagyon várják fiatalok, idősek egyaránt, például Gábor atyát, a polgármester urat, akik mindig megtisztelik ezt a rendezvényt, nem maradhat el soha a kenyér ünneplése, és a megemlékezés arról, hogy tulajdonképpen a Noé-hegy, a Szőlőhegy, az mit jelentett annak idején a városnak, és egy kicsit átalakulva igazi gyöngyszemmé vált mára. Horváth Miklós Csaba a vendéglátó városrész másik képviselője, aki több mint két évtizede viseli gondját választók körzete polgárainak kettős minőségében vett részt a rendezvényen, hiszen a borlovagrend egyik alapító tagja is. Ez a 30. öreghegyi mulatság lesz. Eszembe jutott, hogy meg a 20. borrendi rendezvény is, ugye 2002-ben alakult meg a borrendünk. No, az jutott eszembe, hogy 94-ben lettem képviselő Bobori Zolival itt Öreghegyen, és a Zoliék akkor már Tóth Pistával két évvel előtte megkezdték ennek az öreghegyi vigasságnak, vagy az elődjének a megrendezését, és azóta minden rendezvényem, vagy minden évben ugye én legalábbis részt vettem rajt, meg a Zoli is, és az jutott eszembe, hogy hova fejlődött. Tehát azért 30 év alatt azokat a tapasztalatokat, amik kezdben voltak, gyerekbetegség, persze azt kinőtte, és egyre inkább bővítettük.
ugye öreghegyi vigasságnak, vagy öreghegyi mulatságnak hívjuk, és azért jó pár esztendeje már ez, mondhatom, hogy egész Székesfehérvárnak a részvételét is jelenti, mert jönnek ide a város minden részéből. Hát sajnos ma úgy néz ki, hogy beszorulunk a Fanta villába, de ettől függetlenül úgy készültünk, hogy ugye most a borrendi rendezvény az mindig része ennek az öreghegyi vigasságoknak, a kenyéráldás, a polgármesteri köszöntő, és utána ugye utcabál, és mindig egy népszerű slágerénekest is mindig meghívunk. Most a Szűcs Juditot várnánk szeretettel, hát remélem itt a művelődési házban is tudja a produkcióját majd előadni. Hát nem tudjuk, egyelőre kivárunk mi is itt a borrendiekkel, de várjuk is az esőt, de az ugye mert nagyon nagy szükség lenne rá, és hát most ilyenkor, amikor rendezvény van, persze az a rengeteg embernek a munkája, az kérdőjeleződik meg, hogyha nem tudjuk minél teljesebb körben megcsinálni azt, amit elképzeltünk, de remélem, hogy így is mindenki, aki jön, jól érzi magát. A borrendektől, ugye ez megyei borrendek vesznek mindig rajt részt, most minden heten eljöttek, plusz még a Móri bólhölgyek, velük kellett volna kezdeni. Úgyhogy itt a zsibongásból is hallani, hogy megtörtént már a szőlőműves koszorúzása, és most pedig ilyen házi borkóstoló folytatódik, és hát várjuk mi is, miután most együtt lesz, úgy néz ki, itt lesz a Fantában a ceremónia is, tehát a borlovagavatástól kezdve a kenyér áldásig és a képviselői polgármesteri köszöntőig, úgyhogy addig is nem az annyira az esőt várjuk, de azt is nézünk ki az ablakon, hogy na, ha már így alakult a dolog, akkor lesz vagy nem lesz. Jó lenne, hogyha lenne, de az még jobb lenne, hogyha tudná itt mindenki jól érezni magát, aki vette a fáradtságot és el tud jönni, illetve eljön, hogy azért jól érezzük magunkat itt a Szent István ünnep előtt közvetlen. A program egyik meghatározó eleme esztendőről esztendőre a Nóéhegyi Szent István borlovagrend és meghívott vendégeinek koszorúzása az öreghegyi szőlőműves szobornál. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd és megosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, áld meg ezt a kenyeret. Ezt követően a tradíciókhoz hűen Tornyai Gábor atya, aki ez idén is megszentelte az új kenyeret és a bort, elgondolkodtató szavaival, megértő mondataival sokat segített azoknak, akik még tartózkodóak a közösséggel szemben. Most már 20 éve minden évben megrendezzük ezt az öreghegyi mulatságok rendezvényt. Itt ez hagyományosan a díjátadó ünnepséggel, és hát néha a borlovagavatással is jár, attól függ, hogy a 20-i, a holnapi rendezvényt meg tudjuk-e tartani. Úgy néz ki, hogy az időjárás miatt a holnapi rendezvényre valamilyen módon mindenképpen sort fogunk keríteni. Nagyon fontos, hogy az idei esztendő az asszály és a különböző szélsőséges időjárás miatt azért a borászokat is megviselte. Milyen lett az idei termés? Hát azt mondják a borászok, hogy a termés az jóval kevesebb lesz, jó minőségű, most még a savak is helyén vannak, a cukorfok is nagyon jó, de a mennyiséggel mindenképpen csinyán kell majd bánni, emiatt lehet, hogy az árakkal is magasabb árakkal fogunk találkozni. Ennek tükrében milyen esztendőt zárt a Nóéhegyi Szent István borlovagrend? Azt gondolom, hogy a körülményekhez képest jó évet zártunk. Rendeztünk zászlós borversenyt, nagyon jó eredménnyel sikerült, fölavattuk az új királynőnket, volt egy nagyon komoly regionális borversenyünk, volt egy jubileumi bortúránk, és hát most itt van ez a rendezvény, és bízom benne, hogy a holnapi és majd a mártonnapi rendezvényt is meg tudjuk tartani.
A királyi napok rendezvény sorozata fő elemei a belvárosban zajlanak, kivéve az öreghegyi mulatságokat, amely ma már a hagyomány része. Ahogy a külső városrészekből a belvárosba mennek a programokra, ezen a napon fordítva történik. Aki tehette, az Öreghegyen ünnepelt, mert a Fanta Villa Fehérvár egyik szimbóluma. Újra bebizonyosodott, hogy igazi közösségi esemény ez a találkozó, és megerősíthetjük. Minden öreghegyi mulatság vége, a következő kezdete. A székesfehérvári királyi napok hagyományos program elemeként rendezték meg idén is a Kárpát-medencei borlovagrendek országos találkozóját. A Hotel Magyar Király adott otthont a nagyszabású eseménynek, amelyen 30 borrend vett részt. A székesfehérvári királyi napok hagyományos program elemeként rendezték meg idén is a Kárpát-medencei borlovagrendek országos találkozóját. A rendezvénynek, amelyen 30 borrend vett részt, a Hotel Magyar Király adott otthont. Ha megnézzük, hogy a borrendek mikor kezdtek alakulni, szokták volt mondani, hogy olykorba, amikor még nem volt nagy dicsőség a borfogyasztás hírnevét, illetve a borfogyasztás kultúráját terjeszteni, de hála Isten a szakma már akkor összefogott, és azóta is ez az összefogás, mondhatom azt, hogy együtt gondolkodás, az gyakorlatilag nagyon szépen megmaradt a szakmába. Ez a szakma, illetve ez a szakmához tartozó növény a Kárpát-medence kultúrájához, a magyar nép kultúrájához hozzátartozik. Ezt meg kell őrizni, és többé-kevésbé talán mindenki érzi, hogy ezért tenni kell. És igyekeztünk a hagyományokat megőrizni, igyekeztünk új szokásokat bevezetni. Hát a Covid ebbe is bezavart, de azért ne próbáljunk mindent a betegségre, meg a Covidra fogni. Egy kicsit most még élénkebben kell hozzáállnunk a szakmai együttműködéshez, és én azt hiszem, hogy amit ugye 40 éve ezelőtt kitűztünk magunknak, hogy a borkultúra fogyasztása, a szőlőtermesztéshez, borászathoz tartozó hagyományok megőrzése, új szokások megteremtése, ezt talán sikerült, és én bízom benne, hogy a jövőben is meg fogjuk tudni tartani. Borrend itt is elég jól kiválasztotta ezt az ünnepség sorozatot, sikerült jól összehangolni, mert azért augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön nem mindenütt ünneplünk. A vendéglátó Nóihegyi Szent István borlovagrend a rendezvényen ünnepelte a 20. születésnapját. Dinnyes Ferenc nagymester visszatekintett a megalakulás óta eltelt időszakra, és reményét fejezte ki, hogy a jövő nemzedéke is csatlakozik munkájukhoz. A alakulásunkkor a legfőbb célkitűzés az volt, hogy a régió, a Öreghegy, Noéhegynek a hagyományait, szőlészeti, borászati emlékeit megőrizzük, ápoljuk, segítsük a borászainkat, népszerűsítsük a boraikat, a magyar borokat és a kultúrát, borfogyasztást. Ezek közül szinte mindent meg tudtunk valósítani, nagyon jó eredményeket érnek el a borászaink, nem csak itt a helyi, hanem a országos borversenyen is. A kultúrát, borfogyasztásra rengeteg eseményt szervezünk, borversenyeket, elég sok támogatónk is van, és a borunk, borászataink hírneve azért erősödik és öregvítődik. Az alapító legendák közül nagyon sokan itt vannak velünk, viszont egyre több a fiatal is. Ez azt gondolom, hogy egy kivételes eredmény, hiszen azért a fiatalok jelentik ebben az értelemben a jövőt. Igen, azt gondolom, hogy mind a szőlészeti, mind a borlovagrendi munkában a fiatalok is szeretnének bekapcsolódni. Nem olyan mértékben és olyan számban, amennyire mi szeretnénk, de ahhoz képest, ami pár évvel ezelőtt volt, mindenképpen egy pozitív irányt észlelünk. Mit hozhat a jövő, hiszen tudjuk, hogy az idei esztendő eléggé hektikus volt, időjárás szempontjából és egyéb okokból is. Ugyanakkor hát itt ünnepre kerül a sor, mert hogy kiváló minőségű borok kerülnek az asztalra idén is. Hát, hogy mit hozhat a jövő, azt sajnos nem tudom. Az, hogy mit szeretnénk, azt talán inkább. Azt szeretnék, hogyha ez a munka ez tovább folytatódna, továbbra is erősödne a borrendi mozgalom, és a boraink még jobb hírnevet szereznének az egész országon belül, és ha azok a hallgatók, akik ezt a műsort is nézik, támogatnák azzal a borászainkat, hogy egy-egy pohár jó magyar bort isznak. Megerősítést jelent a borrendnek, hogy itt egy olyan találkozót rendezhet meg esztendőről esztendőre, amire az egész borásztársadalom figyel?
Én azt gondolom, hogy igen. A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségébe a mi rendezvényünk egy számon tartott hely. Nem véletlenül, hogy 30 vagy annál több borrend szokott eljönni hozzánk, most is ennyien vannak. Ez országos szinten egy nagyon jó átlagnak számít. Főleg, hogy a mostani időszakban, akár az időjárást, akár a Covid helyzetet nézzük, azért ez egy mindenképpen kiemelkedő létszám. És hát a borrendünk a MBUS munkájában is nagyon erősen részt vesz, én magam a marketingbizottságot erősítem, és igyekszünk pont a fiatalokat bemozzani. Horváth Miklós Csaba az egyik alapító tag, aki önkormányzati képviselőként is segíti a borrend munkáját, bizonyosabban, hogy az eltelt időszakban hatékony segítséget tudtak nyújtani a szőlős gazdáknak. Elsősorban itt öreghegyi lakos, vagy szőlőhegyi lakos, és az, hogy a végelejés és a Bobori Zoltán, akkor már képviselő barátom, megkerestek, hogy részben hagyományőrzés, részben azért a Székesfehérvár Noéhegyének, Szőlőhegyének az egykori hagyományait próbáljuk meg visszaállítani, és akkor ez 92 98-ban volt, és 2002-re sikerült, tehát pont 20 éve, ugye márciusban alakítottuk meg aztán a úgynevezett Noéhegyi Szent István borrendet, és sok lelkes támogató volt, természetesen előtte volt közvélemény kérdezése ott Öreghegyen is, de mindenhol nagyon örültek az ötletnek, és hát eljutottunk odáig, hogy valóban most már a többedik országos találkozót, borrendi találkozót is megtartatjuk. Általában mindig Szent István ünnepére ütemeztük ezt, mint ahogy az Öreghegyen és az Öreghegyi mulatságokat ugye tegnap este lett volna, illetve hát meg is tudtuk tartani a Fanta villában, úgyhogy hát nosztalgiával emlékezek végső soron. Miután elmúlott azért egy pár évtized, de hála Isten, nagyon sokan vannak fiatalabb, ifjabb korosztályban borászok, és ami a hagyományokat illeti, sikerült azokat az öreghegyi fiatal örökösöket, akiknek még az ingatlanán volt szőlő, vagy van szőlő, hogy azt megtartották. Még hogyha nem is több hektónyi bort tudnak rajta termelni, de annyi, amennyi a családnak és a hagyományoknak elég, ezt megteszik, hála Isten, és valóban a fiatalok között is, meg egyébként is a kulturált borfogyasztás hagyományait, azt azért mi próbáljuk terjeszteni, és persze azon vagyunk, hogy a dédapáink hordóit próbáljuk azért már lecserélni, miután azt szeretnénk a minőséget is javítani, tehát a meglévő boroknak a minőségét, mert ugye tudjuk, hogy a jó bor készítéséhez ugyanannyi munka szükséges, mint a rosszhoz. Tehát akkor már, ha sokat dolgozunk, akkor legyen jó, és végül is ebbe is segít a borrend, abban ugye jó borászaink vannak. Én műkedvelő vagyok, bár nekem is van 200 tőke jufar, de lényeg az, hogy valóban sokat tudunk tanulni, és próbáljuk átadni azokat a tapasztalatokat a következő generációnak, akik következnek. Mennyit segítenek a borlovagrendek a borkultúra fennmaradásában országszerte, hiszen ez egy fontos cél? Igen, hát ugye szaporodnak a borrendek, illetve szaporodtak, nem tudom megmondani, hogy több tucatnyi, azt tudom, hogy 50 fölött van a borrendek száma, és hát mindenhol az a tapasztalat, hogy elsősorban a borvidéken, ugye nálunk kettő is van, az egyik a Móri, a másik a Pest-Budai, illetve a Pákozd környéki borvidék, és hát olyan kiváló borászok vannak, mint a Csóborék itt a Velencei tó környékén is, és a Lics Balázs elsősorban, akik a borrendünk tagja is, és hát a Móriakról nem is beszélve, ott nem akarok kiemelni senkit, mert ott nagyon sokan vannak. Egy biztos, hogy mindenki azon van, hogy valóban a kultúrát, borfogyasztást propagáljuk elsősorban,
és azt, hogyha lehet, akkor a helyi közösségek által termelt borokat helyi éttermekben, vendéglátóegységekben és üzletekben is tudjuk árulni. Igori Fruzsina az újonnan megválasztott borkirálynő számára is megtiszteltetést, hogy részt vehet a Nemesnedű nézfelősítésében. Elsősorban megtiszteltetés az, hogy itt lehetek és képviselhetem a borrendet. Most idén kerültem a pozíciómban, februárban választottak meg. Az előző borkirálynő 5 év után lemondott, most én kerültem a helyére. Kicsit most nehéz feladatom lesz, ugyanis a ceremóniamesterünk sajnos lebetegedett, úgyhogy valószínű, hogy én fogom átvenni a helyét, és a műsorvezetői pozícióban most én fogok kerülni, majd én köszöntetem a kedves vendégeket. Az ünnepek rendben vannak, de a hétköznapokon, a úgynevezett hétköznapokon mi az elsődleges feladata a borkirálynőnek? Hogyha szeptembertől júniusig nézzük, akkor én még tanulok szőlészborász mérnöknek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen. Most leszek másodéves hallgatója az intézménynek. Júniustól, június végétől egészen augusztus végéig pedig dolgozom egy borászatnál, mint értékesítő. Bognár Ferenc a Nóéhegyiek örökös nagymestere számára megerősítést jelent, hogy az elmúlt 2 évtized munkájának eredményeképpen egyre több szőlőtermelő lát perspektívát a borrendi tagságban. Máig emlékezetes számomra is, mélyen él a lelkemben, nagyon megérintett, amikor 2002. május végén megalakult a Nóéhegyi Szent István borlovagrend. Jó magam is alapító tag vagyok. Nagyon sokunk munkája feküdt előzetesen is ennek a kibontakozó civil szervezetnek a megalakításában, és nagy örömmel tölt el 20 év elmúltával, hogy igazán szárnyra kapott, kiterjesedett ez a borrendi mozgalom, hagyományőrző, kulturális és borszakmai szervezet is igazából. Országos hálózata van, Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége, melynek tagjai vagyunk, és immáron már ugye a Kárpát-medencei borrendek találkozóját is ünnepelhetjük a mai napon. 30 borrend jelezte érkezését, itt is vannak már, és hát egész évben a munkán van a hangsúly, és van egy ilyen nap, mint a mai, amikor megünnepeljük ezt a remek alkalmat. Az ünnepségen Csóbor Balázs főborász bemutatta az utóbbi 3 év díjnyertes borait. Bemutatásra kerül az elmúlt 3 év zászlósbora, időrendi sor visszafelé az Irsai Olivér, 21-ben Chardonnay, illetve 20-ban a Trianon elnevezésű Cabernet Sauvignon. Emellett bemutatásra kerül a tavalyi kísérőbor, illetve a legeslegelső zászlósborunk. Essék szó az idei zászlósborról, hiszen az a Csóborpincészet zászlósbora. Milyen volt ez a bor? Beszéljünk erről. Ez egy Irsai Olivér, igazán friss, üde, gyümölcsös, bodzás illatokkal megáldott, kiváló Irsai Olivér. A szőlő és a bortermelőket, illetve az új bort Berzel János református lelkész áldotta meg, majd a szervezetért végzett eredményes munkájáért Hegedűs György vehette át a Pro Nóéhegyi Szent István borlovagrend kitüntetést. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.